Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél újra, és folytatjuk a My Little Pony Game Loftot. Kicsikét igazítom a kamerát, elnézést kérek. Na, ugyebár legutóbb ott hagytuk abba, hogy megszerettem feliratot, és kiraktam, és elkezdtem haladni végre a Crystal Empire küldetésekkel a kristálypalotában. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, mivel háromszor kellett lerakni valamelyik termelőből, és szóval az a lényeg, hogy termelőből kell aratni most. Az a küldetésről következik, csak egy pillanat türelmet kérek, amíg először itt learatom a paornikat. Hát csak Fletesány adott, milyen rendes. Hát igen, mivel hogy ő a kedvesség harmóniájának a képviselője, de ez minket nem izgat. Hopszi. Elnézést. Na, ez véletlen volt. Szóval akkor ott folytassuk a küldetésről, ahol abba hagytuk legutóbb. Úgyhogy irány a kristálypalota először is. Elnézést, még igazítom a kamerát, mert valamiért ferde. Nem tudom miért. Ott van Flurry Heart. Na, ugye már nekünk az a feladatunk, hogy ezt learassuk. Egy picike hangot adok rá, mert nem tudom, hogy lesz-e most videó, de majd mindjárt meglátjuk. There's the crystal heart. Na igen, van hang. But how are we gonna get to it? It's surrounded by all those evil black crystals. Ja, bát, az nincs odaírva, de attól még mondta. Oh, már megint szöveg olvasás következik, szóval. Ah, for all the... He's just a worst. Why could he have but nice, colorful, non-evil crystals all over the Crystal Empire in seed? Nem én mi olvasom. Colorful? Wait, Spike, you're a genius! I am? If you use the elements of harmony to destroy those black crystals and replace them with colorful ones, Sombra's magic will weaken and will be able to find the crystal heart. Okay, szerintem ez ennyi volt. Egy küldetés kaptunk. Lightning things up. Okay. Get big crystal bushes. Ebből hármat kell kirakni. Ezt gyorsan megcsináljuk. Oké, mi a következő? Get small crystals. Menjünk small red crystals. Akkor még ebből ki kell rakni hármat, oké. Ezeket még gyorsan itt eladom, itt ők mozdítani lehet, oké. Na! És akkor remove small black crystals út nem jelzi, hogyha így rámegyek? Gondolom, ilyeneket kell kiásni. Igen. Ez így mennyi idő? Másfél óra. Várjunk, mennyit kell? 5-öt. És nem jelzi, hogyha nem csak így. Szóval ilyeneket kell. Csak 3-at fogok. Itt kiás. 4-et nyilván. A következőt azt úgy akarom. pillanat türelmet! Na, bocsánat. Pedig már mondtam, hogy ne zavarjanak. De úgy tűnik, hogy még mindig semmibe veszik a mondatomat, a kérdésemet, de mindegy. Jó, többen nem is ásuk ki, akkor ide mi kell? Crystal Salon. Main Shampoo és Crystal Comb. Comb. Azt gondolom a fésű, igen. Ide nem tudok egy olyan póniba rakni, aki... Sajnos nem. De talán mégis.
majd mindjárt meglátjuk. Az ott még ezt el lehet mozdítani. Vagy akkor egy kicsikét mozdítok dolgokat. Na, jó lenne, hogyha nem zajonganának. Mondjuk ezt áthelyezem így ide. Jó nagy. Bennünk nem, inkább ezt kicsit ide helyezem. Nem lehet jobban. De nem, csak így nincs tökéletes. Ide meg be kéne rakni egy kilogos ponyt, olyanon meg viszont nincsen. Jó, hát akkor legközelebbi alkalommal pedig majd az egyik erősítőmet, tudjátok, a lerövidítős erősítőmet majd az egyik ilyen pardon, kis gaznak, hát ilyen ennek a kicsi fekete kristálynak a kiásására fogom költeni, de nem most, mert most más dolgot akarok csinálni. Közben meg utána jártam, hogy melyik pónit kell fölvinnem két csillagra. Mindjárt megmutatom, hogy ki az. Csak előbb még elmegyek Sweetapple-é közben, ugyanis itt tudjátok jó, hogy van egy olyan feladatunk, hogy ki kell rakni, nem is ki kell rakni, hanem el kell helyezni két dolgot. Jaj. Kicsit hangos volt nekem ez a hang. Úgyni. Akkor ott elmerül már ide is. Fér. Azt nem ástuk ott ki. Na mindegy. Még ide, hogy legyen egy kicsi hely. Itt egy kicsikét még aratok. És mindjárt megnézzük, hogy ide milyen fajta pónikat kell berakni. Meg miket termel. Guide. Plüss toy. Nem azért, de mi lehet az a guide? És miért ilyen iszonyatosan sok csillagú póni kell már ide is megint? Mondom, szabad póni nincsen, igaz? Nem az lenne csoda. Nem így akartam. Nem, ez sem, Belly Punch. Ő még itt dolgozik. Ez akkor, én nem fogom így hagyni, úgyhogy... AGS hol is dolgozik? Pony Market. Szóval így dolgozik. Jó, hát... AG-t addig ide berakom. Legalább, hogy legyen itt egy póni, akit... Legalább legyen itt egy póni, aki dolgozik. Nézzük csak, hogy mi van ebben a játékboltban. Hát igen, sok minden játék van, csak azt nem értem, hogy ez miért pont Sweetapple Acresben van, és miért van rajta Pinkie Pie-nak a szépségjegye? Istenem! Logika. A bögdösd. Na, jó. Akkor irány vissza a kristálypalota. Ugyanis nekünk van ott még egy pár feladatunk, tudjátok, mert igazából megint csak ezt a küldetést akartam megmutatni, hogy ezzel haladok. Elnézést. De attól függetlenül most mindig fogunk egy pár pónit. Az egyik ilyen póni, akit vinni fogok, az Flurry Heart lesz. Lehet, hogy kettőt fogok vele menni, mert nálam van a rövidítő. Így megvan még a rövidítő, mert egy ezres játéka megpróbálok őt fölvinni, remélem, hogy föl tudom. Kicsikét beszélgessünk Flurry Heartról, most úgyse tudok más témát nagyon fölhozni. Mert például azt az egyet nem értem, hogy például, oké, ő még csak egy csikó, egy nagyon kicsi csikó. De miért van az, tehát hogy azért mondom, hogy nincs átgondolva, mert például a labdajáték még oké, hogy vele megy. Rendben van, az még elmegy a labdajáték. Viszont a teleszkópos játék, meg az az alma gyűjtögetős, meg például a Crystal Mine, az nem tudom, hogy jön vele össze. Na mindegy. Na, legalább el tudunk vele menni repülni.
Elnézést. Nem tudom, hogy végül is... Tehát, hogy azon gondolkodok emberek, hogy végül is ő is lesz-e olyan karakter a játékban, akivel csinálni lehet ilyen bónuszokat. Milyen bónuszokra gondolsz? Nem bónuszokra, hanem hogy lehet ilyen, mi ez a lag, ilyen hétvégi pereszpálytos játékban őt vinni. Arra vagyok én kíváncsi rá. Na mindegy. Jó. Hát... nem tudom őt valahova betenni, mondjuk, ami neki való termelő. De gondolom itt nincs olyan. Ami eléggé baj. Hát de... Hát mondjuk... Ide beteltem őt addig, hogy a pitékhez, és akkor ezt a Brooke Christopher-t meg ide rakom dolgozni addig. Csak azért, hogy legalább akkor finomakat készítsen, nem készítsen, de legalább finomakat tegyen, ő legyen a kóstoló, tudjátok, aki megkóstolja az ételt. Majd, hogy az ízpróbáló, jaj, hogy mondjam ezt? Na, pedig most ettem is, meg nem is vagyok fáradt semmi, na mindegy. De hol van Flurry Heart? Szerintem mindjárt megyek vele még egyet, csak tudjátok, előbb egy olyan pónit akarok vinni, akit nem vittem tegnap. Mert félreértés történt. Ezt a pónit kell vinni, ezt a Jewel Joy-t. Nem a Blue Crystal Fault, elnézést. Ezt a pónit kell fölvinni két csillagra a most kérkező feladatokban, úgyhogy... Az első legfontosabb dolog az, hogy most akkor vele megyek először is. És a bónuszt azt rá fogom költeni. Szóval még mindig nem értettem azt, hogy Flurry Heart, hogy egy olyan csikó... Milyen érdekes, hogy szivárvány jelzése van a labdának, majd hogy a zújnak, ahogy húzzuk a nyomvonal. Szóval, hogy egy csikó, és... Lehet vele dolgokat csinálni. Hát, gratulálok hozzá. Na mindegy. Nem, tényleg nem tudok nagyon témát találni, pedig mondtam magamnak, hogy kéne a témát hoznom nagyon. Hát, jó. Nem, mert a kicsire most nem fogjuk elkölteni a bónuszt. Majd a elkövetkező feladatokban úgyis őt vinni kell majd. Ott van Flurry Heart. Az ilyet is kiássom, emberek, mert nem tudom, hogy ez is fontos-e. De várjunk, ez ugye nem olyan. Na mindegy. Nem is akarom most tudni. De még mindig engem annyi zavar Flurry Heart. Jó, tudom, hogy őt is meg akartam szeretni, meg is van, nem is arról van szó. Csak az, hogy mekkora feje van még mindig. Meg azt is tudom például, hogy jó tud repülni, az biztos csikó létére. Csak... Tényleg nem tudom, hogy hogy gondolták ezt, hogy ilyen használható karakternek be van őt téve. Szóval, ja. Elnézést. Meddig fogod megnézni, Kenta? Ameddig csak akarom. De tudom, hogy nem kéne, de hát... Nem fárad el? Mondjuk én nem tudom milyen repülni, mert én igazából... Na, most megállt. De gondolom, folytatjuk. Jó, nem nézzük tovább. De én is már hányszor álmodtam arra, hogy megtanulok repülni. Na jó, erről most nem akarok beszélni, emberek.
Most inkább ezt rövidítjük, és játsszuk akkor megint egy ilyen bónuszapra jártad, és az őképe sincs, hát a ő neki az alakja sincsen ide téve a csillagösszekötős játékban, ami érdekes. Mi? Az simán össze lett kötve, emberek. Na jó, mindegy. De nem kötötte össze, ez mi? Na mindegy. Ahhoz képest, hogy egy picikét elrontottam, azért haladok a összekötésekben. Igaz? Ja, na. Legalább egy fél csillagot ezzel elérek? Vagy többet? Hát, ja. Legalább bele is haladunk. Oké. Okay. Bár azon gondolkodok, emberek, hogy minek is kéne ide eljönni a kristálypalotába. És minek kéne azt megvárni. Hogy leadjuk a küldetést. Igaz? Minek várjuk meg, Kenta? Hiszen ha nem lépsz ide be, tehát hogyha nem felejted el, hogy nem szabad ide eljönni, akkor meg tudod őrizni ezt a küldetést. Jó, akkor nézzük meg, hogy mely küldetés az. Hát nincs, hát igen. Ezt a küldetést kéne megtartani. Jó, hol van még ilyen fekete kristály? Akkor az lesz, hogy még egy ilyet így kiások. Jézusom, ebbe a kékbe 30 Pinkie Pie-nak a nevetés, a harmónia sárd elemét kell belakni, milyen érdekes. Na jó. Csak jó lenne, hogyha például most nem szabad rák, na mindegy. Akkor hol folytassuk a dolgokat, legyen ez a sweet apple acres. Akkor majd oda fogok elmenni. Elnézést, hát nem tudom, miért pont ilyenkor kell zavarni, na mindegy. Azért jövök most egyébként, de mi ez? Még mindig, ez még mindig él. Ez az Instagram, ez még mindig él. Milyen érdekes. Na jó! Menjünk még egyet koloratúrával. Úgyis almákat kell vele gyűjtögetni. És szerintem akkor elvelezett barom ezt a játékot. Csak jó lenne, hogyha szerezni is tudok vele almákat, mert nem nagyon jönnek. Na mindegy, most jönnek. Azt elkaptam, azt is. Hát igen, nem nagyon tudok itt témát kitalálni, igaz? Ó, és azt pont elkaptam, milyen... Jó, ügyes vagyok. Magamról ilyet mondani most. Na, akkor ideje repülni egyet koloraturával. Én, tudjátok, azt mondja, hogy nem értem koloraturában, hogy neki miért kell ekkora farokpótló, nem farokpótló ez, hanem ilyen jelmezfarkat rakni, ekkora jelmezfarkat rakni magára, meg ilyen parokát is. Kérem szépen. Hát ez mi? Hát nem tudom milyen parokát viselni, hála az égnek, mert nekem nem kell, de akkor is. Ekkora parókát elbírni, hát ez tudomány kell szerintem, vagy tehetség. Vagy egy kis csoda. Én azt mondom, mert én nem bírnék ekkora parókát elviselni, na mindegy. Jó. Olyan hely nem nincsen, ahol be tudom rakni. Ide például milyen kéne? Nem tudom. Jó, ide hogy ide csillag nélkül így pónni kéne. Ide kéne még egy csomó nagy csillaggal rendelkező póni. Ami sajnos nekem nincs. Na jó. Hát akkor irány vissza Ponyville. És szerintem akkor
itt fogjuk folytatni a következő alkalommal, ami nektek a következő videó lesz. De nekem az meg holnap, mert holnapra már csak elkészülök ezekkel a küldetésekkel, ezt még learatom. Itt a kódom még mindig, hogyha valaki most kapcsolódik be hozzám, és nyugodtan felvehet barátnak. Csak azért mutatom meg, hogy ha netán valakinek kéne barát, mert én szívesen elfoglalok bárkit. Én még most is nyitott vagyok rájuk. Ja, hogy csak eddig élt ez a duranás. Jó, hát itt meg ilyen jelentéktelen vackokat kaptam, úgymond. Semmit mondó szemetet. Na jó, hát nem szemét ez, de... Például elnézést, de még mindig miért ilyen felre a kamera? Na mindegy. De tényleg már nincs izé kedvezmény. Hát az eléggé baj. Na mindegy. Egyébként ezt még akarom... Meg akarom nektek mutatni, hogy... Visszajött még... Claude is mostani alkalommal, nem tudom, hogy miért, minek a függvényében, de visszajött. Mi ez? Ja, rám bögtem érdő szomrára. Na mindegy. Más meg nincsen, igaz? De csak ezek a termelők. Oké. Jó, hát Claude-ra viszont nem igazán tartok most igényt így, majd inkább megszerzem bundle-be. Mert bundle-ben azért legalább lehet halani a VIP pontokkal. És remélem, hogy Barkbiceps is valamikor a közeljövőben, most amíg tart ez a kollekciós lista, visszajön. Valamikor legalább 75 gem üti a markomat, azt pedig pont el tudom akkor költeni nektek, úgymond egy pár lufi dúlantás, amíg nem tudom minek mentem ide be. Na mindegy. Mindig itt van 3 póni plusz termelő van. De meg fotófinis kéne. Nekem de nagyon. Elnézést. Jó. A kamerán... Ez kicsikét... Feldelett ez az állvány. Én azt mondtad, hogy feldelett kirakva ez az állvány, elnézést kérek a nézetért. Most sajnos ez így jött össze. Pedig nem is siettem meg semmi. Na jó. Jó, akkor szerintem én már ennyi lett volna a My Little Pony Game Loft, ha mennék is a pónik fele, mert ide még úgy nagyjából 20 kéne, most az a 59 jó, hát az egyik 19, a másik egy hián 20, szóval ugyanaz végül is nekem. Jó, nem tudom, hogy ez mikor lesz meg ez a póni, lehet, hogy majd csak a következő hónapban, attól függ, hogy most hát, hogy Twilight, Fluttershy és Pinkie Pie milyen gyakran adok nekem egy napon ilyen tokeneket, mert hogyha 3-at össze tudnék gyűjteni egy nap, az jó volna. Na, mindegy, majd viszont ez még elválik. Ez engem meg nem érdekel. Viszont szerintem akkor már ennyi lett volna a My Little Pony Game Loft, és akkor innen fogjuk szerintem folytatni majd a következő alkalommal. Úgyhogy köszönöm, hogy a kedves nézők és viszont a következő videóban valamit külön minden Brónak és Pegasusnak, pedig Bluehoof és viszlát.